Ez 1951 tavasza, kb. márciusa. A hír nem volt újdonság, mert itt élt Innsbruckba Páter Jánosi Jezsuita, aki Kerkai Jenő Jezsuita utódaként a Demokrata Néppártnak ilyen egyházi tanácsadója volt. Kerkai Jenő volt az, aki a Kalottot, a Katolikus Agrár Legény Egyletek Országos Tanácsát, alapította és annak a mozgalmát, amelyre épült a Demokrata Néppárt, és amikor a kerkait otthon izolálták előbb, korlátozták mozgási szabadságával, majd később bebörtönözték, akkor Kerkai vette át ezt, Jánosi vette át ezt a szerepet, és ő is itt élt Innsbruckba, tehát személyi kapcsolat volt, és a Jánosi volt az első, akit a Szabad Rádió még New Yorkból együttműködésre kért. Akkor New Yorkból már folytak kísérleti adások. Ölvedi János például New Yorkban dolgozott, aki később olvasó lett a a Rádió magyar szerkesztőségének, és a, azután Lázár Miklós, egykori híres újságíró, aki Bújdosó Bálint azt hiszem néven adott már, csinált adásokat, kísérleti adásokat. Itt Münchenben mindesetre egyházi jellegű adással indultak kísérletek, és ez, ezeket az adásokat ez a Jánosi Páter szerkesztette. És ő itt Münchenben megjelenve ismert engem még hazuról, és vetette föl elsőnek a kérdést, hogy nincs -e kedvem jönni, a Szabad Európa Rádióhoz munkatársnak, amely most szerveződik. Nos, sikeres és jó ajánlásom volt, hogy akkor szerkesztettem ezt a bizonyos föld és népét, tehát valahol kettőt lehetett bizonyítani, az egyik az, hogy van valami újságírói vénám, a másik az, hogy valami affinitásom az agrárpolitikához, és hát így a Jánosi ajánlására jelentkeztem felvételre a Szabad Európa Rádióhoz is, 50, egy augusztus 6-án írtam alá a, 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 szerződést, alkalmazási szerződést talán második vagy harmadikként a jelentkezők közül. Tehát valahol egész az elején és a kezdeténél is ott voltam. Az adások ugye október 6-án indultak, tehát egy, két hónappal korábban kapcsolódtam be ebbe a munkába is. Mindjárt tanácsadóként ismeri hiszen a Párizsból és Svájcból hívott munkatársok, Borbándi Gyula, Skultéti Csaba és mások, Bálint gazdacupi Bálint, ezek jelentkeztek, és én ugye pozitív információval közleműködtem abban, hogy ők valóban ide is kerüljenek, tehát fogadtam őket, és a többi, tehát ilyen értembe, mondjuk a szervezkedés első fázisában részt vettem kezdettől fogva, és hát ebből egy életút lett 35 éven keresztül.